Nagyon visszaéltek itt a vendégszeretetünket. Mi történt ott a sarói kör gyorsan, hogy olyan sok megtekintés érkezett arra a videóra, és nem arra gondolok, hogy megosztottuk, mert szerintem azért nézték meg sokan, mert megosztottuk, hanem hogy egyszerűen tényleg élvezetes volt belülről menni, vagy belülről nézni, ahogy ti mentek. Hogy tetszett, megtaláltad-e a fonalat, vagy esetleg erre készültetek tudatosan? Ez a salgói, ominózus, hosszú gyorsasági, az minden túlzást félretéve életem legjobb gyorsasági szakasza volt minden szempontból. Erre az egyre így ki akarunk külön térni. Nagyon készültünk rá, persze, az volt a fő produkció azon a versenyen azért, erre tök tudatosan fel is készültünk. Értem ez alatt azt, hogy már Gáborra, ugye akkor Takács Gabi ült mellettem, nagyon tapasztalt navigátor, és ő egyébként nagyon sokat segített abban, hogy tudjak ott fókuszálni az egész verseny alatt arra, hogy mi a fontos, mi a nem, amit nevezünk annak, hogy beosztósan vagy éppenséggel, hogy kéne ezt úgy csinálni, hogy ebből úgy legyen céldobogó, hogy mellette azért meg tudjuk rendesen méretni magunkat. Úgyhogy ez a salgótarjáni Bátony terenyei gyors, ez különösen jól sikerült, de erre is készültünk a leginkább, egy egészen jó itinert tudtunk írni. Nekem nagyon tetszenek az ilyen típusú pályák. Tehát ez a szűk, saras, murvás, változékony, lehet tövezni, csúszik, nagyon sok improvizációt igényel. Külön jó volt, magasan a legjobban azt tetszett az egészben a pályának a sajátosságain kívül is, hogy csak háromszor lehetett ezt a pályát bejárni. Én négyszer jártam be, mert én egyszer végigmentem rajta gyalog egyébként a verseny előtt. Végig gyalogoltuk egy 3 vagy 4 héttel, azt hiszem. És akkor körülbelül az volt a döntési pont, hogy jó, akkor itt akkor de szeretnék nevezni valamilyen úton, módon, ha már ott maradtak el rally 3-as futamok. Úgyhogy nekem az első pillanattól nagyon tetszett, és szerintem tök jól össze tudtuk rakni, és az abszolút csapatmunka volt az a gyorsasági is, mint ahogy az egész verseny, de ott nagyon-nagyon jól éreztem magam az autóval. Kicsit olyan hóautózósnak tűnt, annak ellenére, hogy előzgetni is kellett, meg az autó sem volt tökéletes, mert egyébként az utolsó 5-6 kilométerben már leütöttük a fékcsövet a bal hátsó féknyeregről, valamelyik tőbe, leütöttük a banjót. Értve csak fellazult, egy ilyen 90 fokot el tudott fordulni, ebből is tanultunk, máshogy kellett volna megoldani, mindegy, mi csináltuk, mi bajunk. Elfordult és szépen lassan egy-két kilométer alatt elfolyt a fék alaj a hátsó fékkörből, és hát tudom, már onnan már elfogyott a magabiztosság, már csak leóvatoskodtuk a végét, de mindezekkel együtt is egy abszolút harmadik időre lett volna elég ez a Rally 2-es mezőnybe. Úgyhogy volt benne egyébként jó néhány előzés, meg minden egyéb. Mit jelent számodra a rally? Örök szerelem, ez biztos. Ezt már sokan mondták szerintem, de ez akkor egy ilyen közösséghez tartozok. Fú, rengeteg mindent. Baráti kapcsolatokat, kikapcsolódást, hobbit, kihívást, nagyszerű kihívásokat, kitartásra való nevelést, alázatosságra való nevelést, és rengeteg pozitív, meg jó élményt, meg gyerekkori álmokat, azoknak a kicsibe a megvalósítását. Úgyhogy szerintem ez biztos, hogy így fog maradni még nagyon sokáig, hogy amíg tudjuk, addig mindenképpen csináljuk. És már csak azért is, mert nagyon nehezen helyettesíthető hobbi ez bármi mással. Eleve a technikai sportoknak van egy ilyen oldala, hogy azért nehéz valami hasonlót találni, hogyha úgy döntenél, hogy ezt elengeded, de szerintem ezeken belül is a rally még inkább ilyen. És van egy ilyen
egy ilyen berögzülés, hogy ezt nem is akarom elengedni. Valamilyen formában biztos, hogy mindig a közelébe fogok maradni ennek a sportnak, mert annyira összetett és annyira csapatjáték ahhoz képest, mint amennyire a felszínen ez tűnik, hogy olyan csomag, ami baromi jó élményekkel jár együtt, és hát és ezt nem adnám semmi pénzre. Otthoniak mit szólnak hozzá egyébként? Családi oldalról azt mondtam, hogy nem igazán volt ilyen ág a családon belül, aki mondjuk technikai sportokba bármikor is bármit is tett vagy csinált volna. Hát ja, megszokott utat jártam be ebbe. Volt ugye ott a tini korszakban néhány rázósabb időszak, ami ugye a sporthoz való szenvedélyhez volt köthető, amikor tényleg mindennel megpróbáltunk gyorsan meg keresztbe menni, ami mozgatható volt, és ezt az egész irányt csak tetézte, amikor lett jogosítvány. Tehát az anyámnak a tudom, IPT volt a rendszám a Citroen Berlingójáról, a frissen vásárolt téligumit két éjszak alatt úgy lecsúszkáltuk a jeges úton, hogy abból semmi nem. Utána a felmosás az meg volt persze. Egyébként azon is összeakasztottam a váltót egyszer a Citroen Berlingón. Arra emlékszek. Úgyhogy még azon is sikerült, tényleg nem jó a kezem ehhez. Volt néhány összetörött autó, volt pókernyereményből vásárolt német papíros BMW, amivel villanyoszlopon álltunk meg, volt havertől kölcsön kapott zsiguli, amit egy tusolás ideje alatt egy másik villanyoszlopra sikerült megtámasztani, aztán volt belőle nagyon sok kamuzás, hogy valójában mi történt, persze idővel fény derült az egész sztorira. Hát ezek azok a pillanatok voltak, amikor annyira nem dicsértek meg engem, meg minket. Úgyhogy volt ez a kötelező jellegű időszak, mert azért kicsit mi is csibészek voltunk, de a sok hülyeség mellett azért az irány megmaradt, hogy ezt jobb lenne egy picit komolyabban is művelni. Úgyhogy azt a néhány évet leszámítva aztán el is kezdtük ezt megpróbálni a saját szintünkön komolyabban venni. Akkor már azért nem volt akkora ellenzés. Meg igazából előtte sem, csak amikor kötelező volt, akkor megkaptuk a felmosást. Tehát nem volt ilyen akkurátusan, nem mentek ellene a szüleim, hogy itt mi versenyezgetni próbálunk, de azért, amikor megérdemeltük, akkor megkaptuk a magunkét. Aztán, amikor ott már elmúlt ez a nagyon vészes időszak, meg értünk el apróbb eredményeket, akkor már egy kicsit tudtunk ennek úgy közösen is örülni, és nem is feltétlen amiatt, hogy ennek mekkora volt a mérhető sportértéke, márhoz mérhető, hanem sokkal inkább szerintem amiatt, mert látták, hogy mi ettől mennyire jól érezzük magunkat. Tehát, hogy mennyire jó ez, hogy van sikerélmény abba a szenvedélybe, amit mi próbálunk űzni. Most meg már azt kell mondjam, hogy még inkább mutatkozik érdeklődés, meg akár versenyekre is. Ha úgy van, akkor például a faterom rendszeresen kijön, hogyha ideje engedi, megnézi. Pedig nem köthető különösebben a sporthoz. Nagyjából azért tud erről az egészről, meg azért követi, amennyire követi, mert ugye nálunk vagy miattunk belekeveredett kicsit ebbe. A baráti társaságon belül viszont ott már ott volt, aki konkrétan tudom, hogy ott azért volt akkora ellenzés ennek, hogy aztán nem is lett belőle semmi. Nem tudom, aki ezt igazán akarja, azt úgy is fogja csinálni. Tehát ez sok más esetben is így van. Az úgyis a minden nehezítő tényező ellenére is fogja csinálni, meg a hülyeségek meg úgyis megtörténnek. A család aztán meg majd megbékél, azért család. Simpsonoztunk előtte, robogóztunk, azokkal is estünk, eltünk, meg volt trabantunk, volt négyünknek volt egy trabantja. És akkor jártunk ki horgászni a káli bányatavakra, és akkor lemértük előtte biciklivel, kilométer órával, hogy a határi utakon keresztül hány kilométerre van a bányató. És akkor mit tudom, kijött, hogy 24 kilométer, mert ugye lehetőleg nagyobb kerülőkkel mentünk persze,
minél többet tudjunk menni. 24 kilométer a lemért bicikli kilométer órával fel volt osztva 6 kilométeres etapokra. És annak a végén cserélni kellett. Tehát ott megálltál, kiszálltál Trabantból, előrehajtottad az ülést, akkor hátulról előre másztál, akkor lehajtottad az ülést, és akkor beült, és akkor te menti hátul, meg loktak ki a horgászbatok. De minden kanyarba húztuk a rasnit, mert ugye hát az arra van használva. Egy autó van benne kézifék, azt húzni kell. 16 évesek lettünk. De ha 100 méterrel tovább mentél a kijelölt helytől meg fától, ahol a cserélni kellett, tehát ott ne tudd meg, milyen parádé volt. Tehát akkor már biztos, hogy hazafele plusz 500 métert alkuttál bele a saját etapodba, mert a másik nem állt meg. Aztán utána azzal is hát borultunk, meg ezek kötelező jellegű programok voltak. Azért páran megérték, akik most ebbe a sportba így próbálnak mozogni. Ezek ilyen kötelező elemei szerintem ennek egy kicsit ennek az egésznek. Ha valakinek volt lehetősége máshogy megpróbálni, az valószínűleg annak köszönhet, hogy abba az adott életszakaszában jobb hátteret tudott a szüleitől esetleg kapni. És biztos, hogy ilyen szempontból előttünk is járnak azok a srácok, akik erre volt lehetőségük. Semmit nem veszel senkinek az érdeméből, hogyha erre volt lehetősége, és így most nagyon fiatalon tök jó autóversenyzést emelem kalapom. Az biztos, hogy sokat segített volna nekünk is, ha mondjuk akkor nem a horgászbotos Trabanttal kell bányatóra járni, de az is jó volt, meg örök élmény. Úgyhogy... Vitted már a szüleidet a versenyautóval? Vittem a szüleimet a versenyautóval, legjobb tudomásom. Most már visszagondolok egy picit. Fater biztos, hogy vittem. De még versenyen nem vittem, ez még egy bepótolandó dolog. Valami reptéren egyébként lehetne az öreget, egy karikát. Tetszett neki, amikor, de utcai körülmények között, tehát olyan nagyon nem bohóckodtunk, hát teljesen más feelingje volt. Vittem a húgomat, Brigit, őt egyszer-kétszer, de ő emlékszem, hogy ő nagyon élvezte, meg hogy ő még biztatott. Hát azért ez egy picit más, tudod, de én például félek, egy kicsit az én félek jobb oldalon, valószínűleg nem is lennék jó navigátor, volt erre irányuló próbálkozás, ültem egyszer-kétszer jobb oldalon, de szerintem én nem lennék ebben nagyon jó, mert egy picit a bal oldalnak a fejével próbálok ott is gondolkozni, és helyette próbálnék menni a jobb oldalról is. Ami akkor is rossz, hogyha gyorsabban szeretnék menni, mint ő, és akkor is nagyon rossz, hogyha pont fordítva, ha már félek mellette, mert én már fékeznék. És kapom a visszajelzéseket, hogy azért ez tök más, mert amit én a bal oldalról teljesen okénak érzek is, és rizikómentesnek, ez a jobb oldalon tud váratlan, meg kicsit ilyen izgalmasabb lenni. Úgyhogy Brigit vittem, visszakanyarodva. Nála valószínűleg az volt az oka annak, hogy bátran hajtott, meg biztatott, mert hát valószínűleg ő nem érezte azt, hogy ennek úgy nagyjából hol a vége, ez már néhány évvel ezelőtt volt, de emlékszek, hogy ő kifejezetten. Aztán téli estéken meg persze az mindenféle haverral, meg ismerőssel mentünk már, hát ha volt lehetőség, meg volt hó, meg volt éppen autó, akkor a bükkbe azért felmentünk. Olyan is volt, hogy csak nézni. Olyan is volt, hogy versenyautóval. Volt két éve, akkor mászkáltunk fel. Elég sokat, akkor az egy jó tél volt hó. De azt már még egyszer nem csinálnám. Tehát a versenyautó nem oda való. Utána rossz volt talán nézni, hogy az hogy mutatott. Hát meg a SP-rendszámmal, tudod, mit beleírtuk az indítási naplóba, hogy motorbejáratás, meg ilyen hülyeségek, a bükkbe éjfélkor. Csak a sárkúton egy teger végén megállított a rendőr, hogy akkor hova készülök. Tudom, a motorbejáratás. Nézem már hülyének. Lényeg, hogy nem tudtunk megegyezni a papírokba, hogy az jó vagy nem jó. És akkor előtte pont fent voltunk az előző éjszaka, leütöttem a jobb oldalra a tükköt, akkor átsütett, és akkor mondta, hogy akkor le van ütve a tükör, akkor meg ezért nem mehetsz így, már jó. És akkor mondtam, hogy jó, akkor tolt haza a biciklit. Nem volt ilyen is. Vittem volna őt is egy kör, de nem hajlott rá. Vegyes a megítélés a rendőrök közt ebbe, nyilván. Azt mi hiába érezzük azért veszélytelennek, én azt megértem, hogy nekik azzal dolguk van, meg ez nem az utcára való, ezt tudjuk. Nem nagyon szoktam amúgy, nem olyan törögettem össze még autót. Vagy mondjuk ez nem igaz, mert kisebbek voltak, meg volt egy nagyobb. A Suzuki is esett a madarason, az jó nagyra sikerült. De hát ilyen apróságok szoktak lenni. Volt szalagkorlátos kaland a Salgón, összeakasztottam a váltót, visszatéri motívum.
ebben a kis apró karrierben rendszeres, aztán nem figyeltem, és akkor felmásztunk egy szalagkorlátra, akkor a bal oldala volt végig szaggatva. Aztán most a salgóralin volt az a ominózus eset, hogy ami én nagyon haragszok magamra, hogy az első gyorsaságin, a második körbe kazáron egy ilyen olyan kanyarba, ahol felírtuk előző nap, hogy saras lesz, kihordásos, fogod, vigyázz, jó. Elmentünk rajta egy etapot, ugye a nézői balhé miatt, megint felírtuk, hogy hát tényleg saras. Láttad, írd bele, sima. És akkor felmegyek a harmadjára, a pályára, ugye, ha a bejárásokat is egynek számolom, és abba a kanyarba, ahol mondja Gabi, hogy ez saras, meg szar, meg odafigyelj, simán tök hülye ívről, tök hülyén ráborítom, és akkor lecsúszunk az árakba, és isteni szerencsénk volt szerintem, mert jobb hátulja ért oda valami. Hát néztem róla, küldtek aztán videót, valami ilyen bokor, valami ilyesmit találtunk el, és össze-vissza horpadt a jobb hátsó sárvédő, viszont a tanknál, viszont a tankot az csak megütötte egy kicsit, se nem lett komolyabb, se a fitting nem szakadt le róla, úgyhogy tovább tudtunk menni. Aztán amikor hazaértünk, akkor volt fejvakarás persze, hogy most ezzel mi legyen. Az egyik opció volt, hogy kicseréljük az elemet, de úgy döntöttünk, hogy kikalapáljuk. Nagyszerűen sikerült amúgy, tehát látszik a maszek, de hát ez volt az olcsóbb változat majd télen. Még azért addig lehet, hogy még majd egy-kettő valami pitty-putty rákerül, mert hát egyébként használva van ez, meg ezt használni is kell, tehát úgy ne menjen el senki rali versenyezni, hogy azon gondolkozik, hogyha majd kicsit odaér vagy lecsúszik, akkor majd mi történik. Azt nem mondom, hogy a nagy zakóra számítani kell, meg hogy az egy jó dolog, de ha az ilyen apró pitty-putty, az úgyis benne van. Meg a bokor alá, az bokor alá. Ha most odaér, akkor kicsit odaér. Ezzel nincs, ezzel sose volt baj. Ezek célgépek. Úgyhogy ennyi. When you came in looking like that, oh, I knew it right there, baby, I'ma take you home. Saw you at the corner of my eye, why don't you just blow my mind if I could just get you alone.